Kérlek, improvizálj le, hol? Napot kívánok! Taverniát fogunk játszani. Travián. Az a lényeg ezzel a játékkal, hogy most megújult, teljesen new lett. A szerver 4 lett csak új. Ja, akkor csak a 4 lett az új, de az annyira új lett, hogy az már kihat a többire is. Tényleg szép lett, amit azt kell mondjak, átbasztak egy izélt, egy ilyen hősös megoldást. Ezt hadd elemezzem kicsit külön. Ugye a régi Travian szervereken is volt olyan opció, hogy hőst lehetett legyártani különböző egységekből. Itt megadhatjuk, hogy hogy nézzen ki a hősünk, tehát saját maradandó karaktert alkothatunk. És ezzel a hőssel különböző kalandutazásokra, valamint gyilkolászásokra is elmehetünk, támogatva a seregünket. Azt kell mondjam, hogy tényleg szép lett a izé, jól meg lett csinálva, egészen jól néz ki a cuccmák. Gondolom lehet választani úgy, mint a régiben, hogy római, vagy izé, vagy perzsa, vagy négerharcos, vagy líbiai szeretnél lenni. Aktuális téma. Szóval... Nos, aztán ezen felül ugye eddig is volt arany, amiért elő kellett fizetni. Most a hősünk küldetés közben találhat tárgyakat, ezek között ezüstöket is, amivel aukciót, valamint aranyat lehet szerezni. Be lehet váltani az ezüstöt aranyra, és az aranyat ezüstre is. Ezért lett tehát a nem Travian feltétlenül kell szerver 4 a szopnom. milliómosok játéka, hiszen minél többet befizetsz, annál erősebb lehet. Ez érdekes. A csaták hogy néznek ki? Mert a ugyanaz a térkép... megszokott. És Csaták. a térkép az hogy néz ki most az új? Hát nézzük csak először ugye a falu nézetet. Hát a nyersanyag Az termelőt nem meg sokat lett csinálva. Változott amúgy. Olyan, mintha a tájat néznénk, előtte vannak ilyen fák, amire ki Amúgy itt vannak középen a téve. város maga az változik? Itt ebbe a nézetbe? Vagy az így marad? Ez így marad. Jó. Az épületek fejlettség során nem változnak, ellenben újra lettek rajzolva, szerintem egész jól meg lettek Nem csinálva. változnak a fejlettség során? Nem. Ó, bazd meg. Hát egész jól meg lettek csinálva, de a hát fal azért se? Fal se. Illetve a germánoknál változik, mert a tejre magasabb lesz. Tudtam, hogy valami gribuziság. Igen. Nézzük a térképet. Hát... Mini térkép. Igen, térkép, csináltak egy mini mapot, ahol megnézhetjük, hogy hol helyezkedünk el a térképen, és be lehet jelölni azt is, hogy... Tulajdonképpen ez kell, úgy nézni a minimum, mint egy galaxis, tehát így, hogy kirakodik, az a semmi értelme, és úgyse találod meg magad, mert annyi a piros pöty, hogy semmi értelme, tehát nulla értelme van, mint hogyha a galaxis rámutatnak, hogy na ott a nap, gyerekek, hát ott van, tehát az így ott van. Köszönjük szépen, sok értelme nem volt. Nos, be lehet jelölgetni, hogy melyik klán hol van, melyik játékosnak a falui hol vannak. Én ezt alkalmastam is az RV klánnál, hát nem nagyon van értelme, de legalább tudjuk, hogy hol vannak ők. Ja, hát ez fontos. A Hungarian Warrior klánban vagyok, amit én alapítottam, csak úgy, mert miért ne? Na, a következő üzékkal meglátja valami, hogy meg fognak gyilkolni. Lehet. Küldetéseket is tettek a játékba. Elég jó. Mind a kettőtem, mi az az elzőzítem? Követség, klán, 10 kaland, főépülete, köt, megatár. Ja nem, az magkár. Csináljátok megatárt! Na most, oázisokat lehet elfoglalni, valamint új falvakat alapítani. Mások faluját is el lehet foglalni, de hát a szenátor kell, állatokat is be lehet fogni. Igen. A küldetések közben ketrezeket lehet szerezni, amik arra jók, hogy vagy eladod őket az aukciós házban, vagy leszopod. Vagy pedig állatokat fogdosol be az oázisokból, ezek védik a városodat és nem fogyasztanak semmit. Viszont megkúrhatod őket. Igen, a hős fejlődik, kapja az expert. És máshogy fog kinézni. Igen, cuccokat aggathatunk rá, lova lehet. Mint egy karácsonyfadísz. Igen, ez ilyen sékszes fidzsites megoldás, de tényleg szép. Be lehet állítani, hogy milyen talentokra teszünk. Támadó bónusz, védő bónusz, harci erő, valamint nyersanyagok. A nyersanyagok arra jó, hogy növeli a nyersanyag termelést. És ezáltal ugye... több nyersanyaghoz jut az adott játékos. Hát... Valamit még akartam mondani, hogy a búzáknál nincs valami, vagy valami? Búzánál? Mármint, hogy nem a búzáknál, hanem így a búzával. Hát igen, még mindig, hogyha túl sok katonát gyártunk, akkor a búza termelés negatívba megy, és ez ugye szar. Nagyon nehéz kijönni. Hányan játszanak most az új szerverem? Fogalmam sincs, de az első akkor játékosunk álmodozó, 8-as szintű, a legjobb rabló és támadó a szerveren, tele van aggatva medálokkal. 8 darab faluja van, ha még nem mondtam volna, de lehet, hogy már mondtam, mert nem emlékszem. Csíkszereda. Csíkszereda.
Tehát ő ott van, így aztán levelezés, mi van még itt? Nem más, nincsen. Római néppel van. A hős egy légionáriusnak tűnő valamicsoda, egy birodalmi sasos. Elég szexi, az a lényeg. Igen. Birodalmi sasos sisak. Ha összegezni akarnám, akkor... Ja, még annyi újítás van, hogy itt megcsinálták azt, hogy egy ilyen kis skála mutatja, hogy mikor telnek be a nyersanyagok, mármint, hogy mikor telik meg a raktár a nyersanyagoktól, és tényleg újra rajzolták a képeket, ha bár túl sok változás nem látszik. Tényleg nem változik a szintenként a izé? Tényleg nem, semmi. Most kajak? Kajak. Szomorú. Szomorú vagyok. Amúgy meg azt akartam mondani, hogy akkor összegezésképpen azt elmondhatjuk, hogy tényleg sokat fejlődött a játék, ahhoz képest amilyen volt. Most már így az utolsó szerveren szerintem azért így, hogyha valaki akar, akkor elkezdhet játszani, mert... A szerver 4-et ajánljuk, de hamarosan ki fog jönni a speed is hasonló patch-ekkel, és hát ugyanez a hatás lesz elérhető, csak gyorsabb. Azt akarom mondani, hogy ha nagyon akartok, akkor játszhattok vele. Megjegyzem, nekem az izéim még mindig nem az igazi, nekem az nem tetszik benne, hogy a csaták még mindig olyan egyszerűen vannak megoldva, mert mit tudom én mondjuk, szerintem a Ikaria most megoldás az jobb, ott rendesen fel vannak vonultatva az egységek, amikor a falat lerombolják, meg stb. Tudod, az úgy rendesen meg van csinálva. Persze most abban is lehetne kivetni valót találni, de azt majd mondom, egyszer elemezzük azt is. De azt mondom, hogy szerintem érdemes, tehát nem, tehát jó, mert, tehát alakult a dolog, jó irányba mozdultak el. Nincsen Warfire regisztráció. Van benne fantázia. És nincs benne Warfire regisztráció. És ismétlem, nincs benne Warfire regisztráció. Tehát ez már megéri, hogy regisztráltok rá, mert nem akarnak elküldeni máshová. Ez már pozitív, igen. Igen. Ja, és még azt nem mondtam, hogy a hős küldetés közben nem csak tárgyakat találhat, hanem egységeket is toborozhat maga köré. És a két hőseket így elküldheted, vagy a hősöket elküldheted csatába is? Igen. És két hős is csatázik, vagy az így nincsen? Hát, hogyha két ember támad egyszerre, akkor igen. Uh-huh. De a hős nem bírod el, vagy hát elbírod küldeni támogatásba, és akkor ő, akinek elküldted, az rendelkezik felette. Uh-huh. Amíg vissza nem hívod. Hát ez durva. Igen. Mondom, pozitív irányba tényleg változott a dolog. Hát, a klán hogy néz ki, hogyha irámész? Már még van időnk. Hát, Hungarian Warrior klán, ugye magyar harcost jelent. Hárman vagyunk a klánba. Raid XD, Ituri és Pecsi. Ituri egy rohadék sváb. Raid az egy néger, és ugye én. Hát itt ilyen leírás lehet írni, meg izé, gondolom egymást lehet szopogatni. Aztán nem? Lehet, igen. Akkor van nézet, ez ugye a profilja volt a klánnak a nézetben. Megnézhetjük, hogy mennyire alakul a támadó és harci erő. A támadásoknál a klánt ért, vagy és klánból induló támadásokat nézegethetjük. Megnézegetítük a faszotokat, az a lényeg. Fórumon lehet ugatni, a cseten lehet pofázni, és a beállításoknál pedig lehet szóval szexelni. Meg azt. Ja. Hát körülbelül ennyi lett volna a Travián. Tényleg jó irányba halad, és alakul a játék. Reméljük, hogy csak pozitív dolgok lesznek ebből. Összegezve jobb lett, mint a Klánháború, meg a King's Age, meg még nem tudom milyen játékokat teszteltünk, de nem voltak maradandóak, tehát így nem emlékszem rájuk. Hát igen, lényeg, hogy jó irányba halad a játék, ja, és tényleg hát még pár év aztán már ki tudja, tehát. Lehet, hogy még lesz valami. Igen. Lehet. Na, Pet és Leh voltunk, Petle Stúdiótól. Köszönjük szépen, hogy minket hallgattak.